5 balett előadás. 8000 néző 3 nap alatt. Álló tapsvihar. Hatalmas sikert aratott a Hattyúk Tava előadással a Magyar Nemzeti Balett Dubajban. Egy olyan névjegykártyát tudtunk itt lerakni, amire büszkék vagyunk, és büszkék lehetnek ránk az otthoniak. A produkcióban 71 táncművész, köztük 9 gyerek a Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei közül, valamint az operazenekar 66 muzsikusa szerepelt. A látvány több mint 1000 klasszikus jelmezzel, kellékekkel, díszletekkel, és persze a koreográfiával lenyűgözte a közönséget. This is the first time watching Swan Lake. And it's really nice, like, it's really magical. Amazing, yes. Beautiful, I just got a goosebump. A Magyar Nemzeti Balettel az Opera Café stábja is együtt utazott, hogy megmutathassuk önöknek, milyen is a háttérből egy külföldi turné. Beleláthatnak a művészek megfeszített munkájába, a próbákba, az előadásokba, a backstage titkos világába, és persze gondolatokba, érzésekbe is. You have to show the big difference. Amelyek belengték az előadás időszakát, vagy egy-egy karakter megformálása által születtek. So I had a little bit myself, you know, thinking what I will do in such a situation. Az indulás pillanatai. A budapesti Liszt-Ferenc repülőtér megtelik balettáncosokkal. Az együttes a becsekkolás előtt még mit sem sejt a fogadtatásról, izgatottan várják a megérkezést. Nagyon jó felkészült együttessel megyünk bemutatkozni, és hát nagyon izgalmas, mert még Dubajban nagyon sokan nem voltunk. Amikor az ember egy ilyen helyre elmegy, azért igyekszik utána nézni a dolgoknak, és rengeteg izgalmas információt és fotót, videót találtunk a helyről. Fönn vagyunk maximálisan a térképen, és az agency, aki minket megkeresett, nagyon hisz bennünk. Láttak minket előadásokon, én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet. Nagyon izgatottan várjuk, hogy leszálljon a gép, és saját szemünkkel is körbenézhessünk. Kicsivel több mint 5 óra repülés után, a nap felkeltével. A Magyar Nemzeti Balett megérkezett Magyarországtól 3500 kilométerre, az Egyesült Arab Emírségek legegből nem szűkölködő városába, Dubajba. Dubaj a 18. században még halászfalu, a 21. század elején pedig már gyorsan növekedő, 3,5 milliós nagyváros, amely a turizmusra és a luxusra összpontosít. Fejlődését az olajbevételek segítették felgyorsítani, gazdasága a kereskedelem, az idegenforgalom, a légi közlekedés, az ingatlanok és a pénzügyi szolgáltatások bevételeire támaszkodik. Dubaj napjaink egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Itt található a világon a második legtöbb 5 csillagos szálloda, és a világ legmagasabb épülete, a 828 méter magas Burj Khalifa, és itt a világon az egyik legmelegebb a nyár, sivatagi éghajlattal, 40 fokos átlag hőmérséklettel, párával, forró széllel. Ez pedig az operaház épülete, a megérkezés utáni napon már itt zajlottak a balettgyakorlatok és a próbák. A művészek először a klimatizált stúdiót foglalták el,
A főpróba előtti napon vagyunk, a mesterekkel, köztük Solymosi Tamás balettigazgatóval is tart a felkészülés. Először a bemelegítés. Try to feel your feet, stretch it and stretch your knee. Aztán a próba. A Hattyúktava Csajkovszki első balettje. Ez a világ egyik legismertebb és legkedveltebb klasszikus darabja a balettirodalomban. A nősülni kénytelen herceg Siegfried és a hattyúvá varázsolt lány szerelmének viszontagsága az egyik legszebb orosz romantikus mese. Benne a fekete és a fehér hattyúval, akiket a Magyar Nemzeti Balett szereposztásában ugyanaz a két balerina alakít, így Mányik Tatjánának és Jakovleva Máriának, Odette és Odile karakterére is fel kellett készülnie. Partnereiket, Siegfried herceget, az egyik szereposztásban Timofej Dmitrij, a másikban pedig Skivener Luiz alakította. A próbán kérdeztük őket a darabról és a szerepükről is, valamint arról, hogy a tánc nyelvén, a testük által pontosan mit is fejeznek ki. Still as a child, my mother was taking me very often to Mariinsky Theater to watch a lot of different classical ballets, and Swan Lake, of course, was one of it. And it's a fairy tale, of course, for our child. It's very interesting, even though it's quite long performance, but I always liked it, to watch it very much. Меня связывают очень долгие годы. Еще когда я начинала работать в первом своем театре, я уже танцевала «Лебединое озеро», и мы ездили на гастроли месяцами и танцевали двойниками его. Но только сейчас я начинаю находить что-то близкое мне. Но я считаю, это каждодневная работа над этим спектаклем. Каждый раз я ищу какие-то позы, в которых я смотрюсь. I knew that there is this stereotype in Russia that Swan Lake is only for tall ballerinas. So I actually never thought I would be able to dance it. So I could have like Russian inputs, because it's very different the way in Europe Swan Lake is being danced and in Russia. For example, in Russia it's very important that the arms are always behind your head. Like if you look at the real swans, the wings are always behind. So it's very important that in the ballet, or for me it's important that I keep this signature move of the Swan Lake. They should learn the steps, like it's a choreography. Like 100 years, it's already done, choreography first. Then each dancer input his own feeling, his own emotions, and it gives more like a life to performance, more energy, more feeling. Of course, in the action part, when he's he realized that he did some mistakes, that he really deep sorry for what he did. So, and of course, it comes from natural world, like feeling what I'm thinking, what I will do, how I will react with my body, you know, without words, what I will say, that White Swan will forgive me. Body language is very important in this ballet, and even hands, legs and arms, it should be totally different because this is classical ballet. Prince has a more gentle, more elegant
elegant. All his walking, his relationship with people, very elegant and aristocratic. You're a prince, and it doesn't matter how tired you are, you need to look very relaxed while you're dancing throughout the ballet. Yeah, for me, this dream came quite early, and it was like all roles, it comes very unexpected, the opportunity, and it's a lot of luck. You get a partner that you can perform well with, and a director that sees your potential. Folyamatosan zongora szól, különböző zenék csendülnek fel, épp olyanok, amelyeket a szituáció megkíván. A zenét Lázár György korepetítor játssza, nagy segítség az ő munkája a gyakorlás folyamatában. Balett korepetitornak az a feladata, hogy a táncpróbákon valamilyen módon kísérje a táncos, de ez egy kicsit más talán, mint az énekeseknél, mert a balettnél ugye minden attól függ, amit a balettmester éppen aznap kitalál. Ez vonatkozik a balett órára, a balett gyakorlatra, és ott improvizálni kell. Tehát ismernünk kell a lépéseket, pontosan, nagy rutin kell hozzá, mert igazándiból csak gyorsan reagálnunk kell arra, amit a balettmester szeretne kivitelezni, és nagyjából tudjuk, hogy ez most 3/4, 4/4. A másik része a feladatnak a repertoár, amit a próbákon játszunk. Most ugye itt a Hattyúk tava megy, és ott azért fontos az élő zene, és nem Magnóra, mert ott is akadhat olyan szituáció, hogy például az egyik nap egy picit lassabb a táncos, egy picit más a hangulata, és akkor nyilván a zongorista az valamennyire képlékenyebben tud erre reagálni. Miközben az emeleten zajlanak a próbák, az Operaház színpadát is bejárjuk, ahol a műszak, a díszletek és a kellékek érkezését várjuk. Hajóval és kamionokkal, 4 konténerben érkezett meg minden, ami az előadáshoz szükséges. A színpad látványát egy éjszakán át építették fel. Ezen a felvételen jól láthatják gyorsítva, hogyan is változott meg a színpadkép óráról órára, míg végül el nem érte végleges állapotát. Persze, ahogy ez lenni szokott, az építés előtt voltak akadályok. Kamionokkal az volt, hogy gyakorlatilag egy reggel 8-as érkezés után megérkeztek este 9:30-kor, és gyakorlatilag egy napot veszítettünk, és ez egy kicsit megzavarta a dolgokat. Ezért éjszaka is dolgoznunk kellett, ami nem volt beütemezve, mert hajnal 4-ig dolgoztunk, és kevesebb idő maradt a világításra, de megoldottuk. Ugyanúgy, mint otthon, annyi, hogy csökkentett díszlettel vagyunk, de egyébként minden ugyanúgy történik. És mi az, ami hiányzik? Mi az, hogy csökkentett díszlettel? Hát a operai színpad sokkal nagyobb, mint az itteni, ezért egy kicsit összébb kellett húznunk a mélységet, és gyakorlatilag így valamennyivel kevesebb díszlet van a színpadon. Kevesebb van a zsinórpadláson is, és kevesebb van a főszínpadon is. Igazából erre nem gondoltak, hogy vannak ennél is nagyobb színpadok is, például Magyarországon. Úgyhogy igen, kisebbek az adottságai, de egyébként nagyon jó felszerelt a színház. Hontvári Gábor karmester épp az akusztikát teszteli a nézőtéren. Ő vezényelte mind az 5 előadást, ez az első operás produkciója, és mindez Dubajban. A magyar állami operaháznak a balett társulata, illetve a zenekara nem csak számomra, hanem tudottan a világ élvonalába tartozik. Így számomra nem különösebb csoda, hogy éppen balettet kértek tőlünk, hiszen itt az erőknek az együttállását tudjuk a legjobb értelemben megmutatni. És én a próba folyamat során meggyőződhettem arról, hogy valóban méltóképp vagyunk itt, és biztos vagyok benne, hogy gyönyörűen fogjuk reprezentálni a mi Hattyúk tavát.
Amikor balettot kísér az ember, akkor pontosan kell ismerni a teljes koreográfiát, amit hát gyakorlatilag le kell kísérni. A tempók nagyon pontos ismerete és a táncokra való reagálás nagyon pontos ismerete egy fontos része természetesen a balettnak. Így igyekszem egy ilyen egy próba és előadás előtt rendet rakni a fejemben, újra visszakeresni azokat a megfelelő tempókat, amire szükség lesz, és hát nyilvánvalóan folyamatos kommunikációban lenni a zenésztársaimmal, hogy már a próbán is a menet közben javítani tudjunk dolgokat, az akusztikai adottságokhoz hozzápasszintani. A Dubai Opera pedig nem mellesleg ezzel az előadással nyitotta meg új évadát, amelyről a főigazgató dr. Paolo Petrocelli egy sajtótájékoztató keretein belül is beszélt. To present tomorrow night first Zwanli in a couple of days, Madame Butterfly. Az ünnepélyes évadhirdetés után pedig a Magyar Nemzeti Balett művészei adtak elő a sajtómunkatársaiból álló közönségnek. Itt pedig már néhány órával később, mindössze néhány perccel vagyunk a főpróba előtt. A díszlet áll, a művészek jelmezben, izgatottan készülnek a másnapi előadásra. És megy a hármas jelű, megy a hármas jelű. A függöny mögött minden megtelik élettel. Összeszedjük a maradék kellékeket. Az utolsó simításokat láthatják az előadások előtt és között. Még egyszer innen. Sison Padesa. Három, és, pam, és. Mindenki maximális fókuszáltsággal végzi a dolgát. A legtökéletesebb végeredmény elérése érdekében. Kezdődik a nehéz, ugye nehéz napjaink, vagyis színházi napjaink, főpróba, majd sok-sok előadás, de nagyon jól vesznek, nagyon kitartóan dolgoztunk. A gyerekekkel átvettük az összeszámot, ami nekik van, hogy kicsit ráhangolódjanak az előadásra, meg hogyha esetleg valami pontatlanság volt, ezt kiküszöböljük. Föl szoktunk menni a színpadra kipróbálni, hogy mennyire csúszik, akkor begyantázzuk ugye a cipőt, akkor kipróbálunk egy pár dolgot előtte, ami megnézik a helyeket, ami ugye egy fontos nekünk így a felvonás alatt, vagy amit fogunk táncolni, és mentálisan is így készülünk rá. Sziasztok! Itt van a Roadbar. Az a második felvonásra jelmezem, lesz még egy paruka rajtam, és ilyen is csinálok nagy mozgások, ugrások. Én szoktam beragasztani az ujjáimat, mielőtt a biciklóra megyek, és egy gumiszalaggal szoktam egy kicsit előre belelegíteni a lábfejemet. Itt is merikesen mozdulatok csinálom. Nagyon csúszik a színpad, úgyhogy mindenki azért toporog a gyantába, mert csúszik az éle a cipőnek, a talpa, és ugye egy ugráshoz, forgáshoz lendületet veszünk, és kicsúszik, hát ez nem túl látványos. Szerintem most lehet, hogy még a linoleum is talán új, és nagyon ilyenkor nagyon sima, de így most rámegyünk, próbálunk, kicsit begyantázzuk, ez holnapra már szuper lesz. De nem csak lent a színpad mellett, hanem fent a balett stúdiónál, az épület folyosóján is zajlottak még a próbák. Make faster with this arm, like first position and third. Itt Balabán Krisztina és Majoros Balázs gyakorolnak. A művészek egy párt alkotnak a magánéletükben, most pedig mester és balettáncosként ünnek fel kameránk előtt. If you go too much clear, then it's like slow motion. Krisztina balettmesterként segíti a csárdás szólót táncoló Balázst.
Magyar Nemzeti Balett előadásai mind itt zajlottak, a Dubai Operaház nagyon mai és nagyon impozáns épületében. Erről dr. Paolo Petrocelli igazgató. Szia, Sylvester! Welcome to Dubai Opera! A Magyar Állami Operaház főigazgatójának, dr. Ókovács Szilveszternek mesélt személyesen. Could you say something about your house? Absolutely, absolutely. So this is the main auditorium of Dubai Opera. We have 2,000 seats in this beautiful auditorium, and Dubai Opera actually opened in the 2016. Mm-hmm. So we are a very young opera house compared, of course, to the opera houses in Europe. We are really 7 years old. Baby. You exactly. Go to the school. Correct. Yeah. We're in the primary school. But actually, we are already a very well-established cultural organization mm-hmm. here in the region, in the Gulf region and in the Middle East. And over the last 7 years, we hosted already many, many opera productions, and not just opera, because, of course, we are basically a performing arts center. A közönség pedig minden bizonnyal nyitott a művészetre. Ez már az első előadás napján is kiderült, amikor az emberek a vörös szőnyegen elegáns ruhákban vonultak, hogy lássák a Magyar Nemzeti Balett előadását. A premiéren teltház volt, és így volt ez minden előadáson is, péntektől vasárnapig. Pénteken egyszer, a hétvégi napokon pedig kétszer is előadták a Hattyúktavát a művészek, amelyekre többek közt nagykövetek is ellátogattak. We have our kind of local, of course, experiences as well, that is all around you, but also we accommodate the activities, the performances from all around the globe. This is my first time actually watching like a full proper ballet. It's incredible, impressive, really. Now I see why people like it generally. I've never had the experience, and I'm glad that my first experience was with the Hungarian ballet team and Hungarian state opera. De a Magyar Nemzeti Balett Intézet részéről balettszülők is érkeztek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ez egy óriási lehetőség a gyermekeknek. Ugye Idestova már 7 éve, 8 éve működik az Operaházban a Magyar Nemzeti Balett Intézet, és azt hiszem, hogy ilyen nagyszabású túrára még nem volt példa. Amúgy nem gondoltuk, hogy ki fogunk jutni a közeljövőben Dubájban, de ez egy nagyon jó alkalom volt, és hát én egy kicsit később tudtam érkezni, de már másodszor nézem meg itt az itteni Dubái Operában az előadást. Én azt gondolom, hogy fantasztikus ebben a nagy épületben itt lenni, és a gyerekeknek is egy óriási élmény, hogy egy új színpadot egy grandiózus, más típusú közönséggel ki tudnak próbálni. Nekem ez egy ilyen valóra vált álom, hogy így a színpadon lehetek és táncolhatok. Igen, nekem is, de mivel már otthon is annyira sokszor felléptünk, így a közönséget én már megszoktam, de Dubajban az nagyon más minden. Igen. Ez pedig már a backstage titkos világa, ahol a növendékektől a szereplőkön át mindenki készül, hogy színpadra léphessen. Kameránkkal öltözőről öltözőre járunk, mutatjuk, hogy készültek a művészek. It was my dream since I was a teenager to cut my hair short, but of course in the Vaganova Ballet School it's not really allowed. And then when I graduated in Mariinsky Theater, we had so many performances that, of course, it's easier when you have long hair to prepare to the performance. But I still always wanted to cut it. And then I was injured already in Vienna. I ripped my Achilles and I had operation. And first thing what I did after the hospital, I went to the hairdresser. Yeah, and since it was 2014,
And since then, I have short hair and I like it very much. So I feel myself more me with short hair. Így van, most a herceg sminkjét készítjük el. Ez egy teljesen általános hercegi arc. Kiemeljük a fontos részeket, ami korrigálásra szorul, ezt kicsit korrigáljuk. Színpadi távolság miatt megerősítjük a szemet, szemöldököt, hogy jobban lehessen látni a nagyobb távolságból. I always did my stage hair by myself because it's part of my preparation to the performance. I get into the mood when I prepare myself, when I do my hair, when I do makeup, and everything has to be perfect, so I know best how I do, how is the best for me. That's why I do everything myself. And yeah, in 10 years since I cut it, I danced everything with the short hair already, so I know how to fake it, let's say. It's better maybe. It's better maybe. Yes. Okay. No. I have a calf cramp because I do 4 acts on pointe shoes. Yes, and then it's like whenever I stretch my feet, I feel like my calf will go like up. Ádli és lábfej problémákkal érkeztek most. És sok minden lehet, ami miatt most ennyire vádlis a csapat. Egyrészt a koreográfiának van egy ilyen jellege, másrészt meg valamennyire az utazás is bennük van, városnézés is volt lehet, illetve hát megváltoztak a körülmények, mert nem otthon vagyunk. Ez a haj, ez a királynő paruka, királynőnek a parukája, és újra fésül a meginazítom, hogy szép legyen az előadásra. És így rakod majd rá a fejére? Így van. De ebben a balettben nem csak a látvány, hanem a zene is lenyűgöző. Olyan, ami azonnal a fülekbe és az emlékezetekbe mászik. Csajkovszki állítólag azért választotta a mese témát, mert úgy vélte, hogy az remekül kifejezi az érzelmeket és a szenvedélyt a zenében. Ez a nagyszerű Csajkovszkiban. Igazából nem csak itt erre a balettre levetítve, hanem bármelyik operájára vagy bármelyik művére levetítve, ő a nagymestere a kis érzelmi nüanszoknak. Nem egyszerű érzelmekről, hanem komplex érzelmekről van szó, és a komplex érzelmek közötti finom résen. Hogyha például a különbséget érezzük az álom és az illúzió között, a melankólia és a szentimentalizmus között, a boldogság és a képzelet között. Csajkovszki ebben nagyszerű, és ezért van az, hogy bármilyen környezetben meg tud minket érinteni. Ez a dallam a Hattyúk tavából az egyik leghíresebb klasszikus zenei dallam talán. Ha valaki nem is tudja, hogy melyik darabról van szó, pláne, hogy milyen hangszer játsza, akkor is a dallamot felismeri. Ez az a rész, mikor a hattyúk bevonulnak a tavon, és a sötétség beálltával a hattyú madarakból lesznek az emberek. Mert ugye egy varázsló elvarázsolta őket, és csak az éjszaka tudnak megjelenni emberformában. És ez a dallam jelenti ezt meg. Szomorúság is benne van, hogy ők csak éjszaka tudnak emberi formát ölteni. Nagyon szeretem azokat a részeket, ahol a két főszereplő, tehát Siegfried és Odette együtt táncolnak, tehát itt nyilvánvalóan a különböző árnyalatairól a szerelemnek van szó, mind az ismerkedésnek
a feszültség teljes pillanataig, mind az elutasításig, mind pedig az egymásba fonódó szólamok gyönyörűségéig. Itt Csajkovszki egy nagyon egyszerű eszközzel él, különösen az első nagy duettban. Odette megkapja a hegedű szóló szólamát, Siegfried pedig megkapja a cselló szóló szólamát, és tulajdonképpen egy gyönyörű duettben egyesül ez a két hangszer. Ugyanúgy, ahogy a balerinának, nekem is két különböző karaktert kell megformálnom. Az egyik a fehér hattyú szólója, a másik pedig a fekete hattyú szólója. A fehér hattyú szólója egy sokkal lágyabb zene, egy szál hárfával és egy szólóhegedűvel indul. Ez inkább kifejezi a kecsességet, a tisztaságot, az erényt. Ezzel szemben a fekete hattyú szólója egy sokkal virtuózabb zene, ami inkább a csábítást, az erőt szimbolizálja. Így nekem is hangszer technikailag is és zeneileg is jól el kell különíteni egymástól ezt a két szólót, hogy egyértelmű legyen a hallgatók számára is, hogy ez két teljesen különböző karakter megformálás. A Dubaj turné létrejöttét hatalmas munka előzte meg az ideutazás előtt és közben is, hogy az arab félszigetre látogathatott az opera egy évvel korábban egy másik ázsiai szigeten körvonalazódott. Ez egy nagyon érdekes sztori, mert egy másik turnéhoz kötődik. Tavalyi japán úton előkerült egy éppen Japánban tartózkodó amerikai ügynök, Matthew, bizonyos Matthew. Történetesen ott voltam Tokióban, és találkoztam ezzel az úriemberrel, aki elmondta, hogy a Dubai Operaház erre a szezonra évadnyitó produkciókat keres. Elhívtuk őt Budapestre, megnézett pár előadást, operát is, balettet is. Nagyon megtetszett nekik, látták, hogy nagyon magas színvonalon működik a balett és az operatársulat is, és hogy szeretnének minket meghívni ide. A Közel-Kelet az most ki van nyitva a számukra, és ide eljönni az Európai Kultúrmisszió is, meg nekünk is egy olyan élettér, egy olyan mozgási lehetőség, ami egyébként a művészettel együtt jár. Több előadást ajánlottunk, ugye ők jelezték, hogy inkább a klasszikusabb típusú előadásokat szeretik, és ezekből mi válogattunk egy csokorral, elküldtük nekik a videófelvételeket, és így választották ki ezt a két produkciót, amivel most eljöttünk. Elég gördülékenyen haladtunk ezzel a projekttel, márciusban már így alá is írtuk a partnerrel a szerződést, és hát nyilván a lebonyolításnak az oroszlán része akkor kezdődött. A társulat Dubájban 244 fővel van jelen. Komoly menetrendet kell napi szinten követnünk. Itt a mindennapi menetrendet megszervezni, lebonyolítani, hogy ez a leggördülékenyebben menjen. Egész nap bármi történt, tényleg az információszolgáltatástól, akár addig, hogy egy balettművésznek mondjuk segítsünk valamit hozni az öltözőből, mert kevés ideje van átöltözni például egy gyors változásnál. Ilyenkor ugye előadások során is mindig backstage vagyunk, úgyhogy tényleg bármire szükség van, akkor ott vagyunk és csináljuk. Az utolsó balett előadás után a hotelbe visszatérve egy fogadáson köszönte meg a balettigazgató és a főigazgató. Mai nagy sikert és ez mai szép előadást szívesen megnéztem volna még négyszer is, komolyan. Valamint a karmester. Együtt értük el a sikereket, együtt értük el katarzist. Minden művésznek és résztvevőnek a munkáját. A Budapesti és a Dubai Opera közös vállalása tehát abszolút siker. A Magyar Állami Operaház az európai kultúra követeként magyar előadó művészet által kerülhetett színpadra, mint a világ egyik legaktívabb és legszélesebb repertoár tartó, valamint legnagyobb művészgárdával dolgozó operaintézménye. Az opera szívesen jött, és szívesen is tér majd vissza az Emirátusokba, ahol értő közönség és professzionális csapat, valamint remek épület várta a művészeket.
A művész azért az szabad, és annak mozognia kell, annak meg kell ismernie kultúrákat, meg kell jutni a helyekre. Ezek nem rabmadarat tesznek a művészből, hanem egy gazdagító életlehetőséget adnak. Nagyon sokan mondták, hogy ilyen még nem volt itt, hogy ekkora díszletekkel, ilyen gyönyörű kosztümökkel, egy ilyen pazar kiállításban bemutatott fantasztikus együttes. Ez tényleg megemelte itt a Dubajban azt a kulturális eseményeknek a sorát, vagy azt a kulturális élményt, amit eddig együttesek vagy programok okoztak. És jó volt hallani, hogy a főigazgató abszolút pozitívan nyilatkozott az ügyben, hogy nekünk a jövőben, nekünk itt van a helyünk, hogy jöjjünk minél többen, és valamilyen klasszikus nagy balettet szeretnének látni megint tőlünk. Ahol voltunk, szerencsére mindenhol jó a fogadtatás, ezért oda a visszahívások váratók. Egyiptom, Szaúd-Arábia, ezek bevendő bástyák, vagy várak, de ugyanígy India is, meg Japán is, Kína is ezek tárgyalás alatt vannak. A keleti világ az, ami lehetőségeink között van. A kiemelkedő teljesítmény nem csak a társulatnak, hanem az egész magyar nemzetnek büszkeség és országimás szempontjából is fontos mérföldkő.